Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, nézőket. Szeretnénk ezen a foglalkozáson, órán a II. Világháború utáni nevezetes hidegháborúval foglalkozni, legalábbis annak az első szakaszával. Mit is jelent ez a kifejezés, hogy hidegháború? Egy olyan fajta szembenállást, amikor a világ vezető két nagy hatalma, az Egyesült Államok és a Szovjetunió úgynevezett bipoláris, kétpólusú világrendet hozott létre, amely világrend egymás elleni folyamatos törekvésekről szól, de még éppen nem a valóságos tényleges háborúról. Ez a majdnem háború időszaka a hidegháború tulajdonképpen egy angol vagy amerikai publicistának az elnevezése nyomán. Mikor is kezdődik ez a hidegháború? Természetesen a tényleges II. Világháború után szinte azonnal. Érdekes, hogy a legyőzött Németország fölött diadalmaskodó szövetségeseknek az egysége viszonylag hamar megdől, már az utolsó nagy értekezlet, ugye a szövetségesek három nagy értekezlete közül, a Potsdami értekezleten fölmerülnek olyan ellentétek, amikor láthatóvá válik, hogy például Németország kérdése fölött nincs egység, így a politikai rendezés a két különböző gazdasági, politikai renden fölépülő két német állam maga is mutatja, hogy ez a szembenállás a hidegháborúnak egy markáns példája és egy szimbóluma is, a köztük lévő berlini fal és a vasfüggöny, ami ezt mindennél jobban példázza. Mik a fő vonalai az úgynevezett kétpólusú világnak, a hidegháborús világnak? A vesztesek, ugye nem is kell mondani, Németország, kisebb szövetségesei, Magyarország, Olaszország egy időre, ha úgy tetszik, kiszorulnak a világpolitika főáramából, és tulajdonképpen hasonló dolog történik a szövetségesek Egyesült Államokon kívüli nagyhatalmaival, amelyek azonban hosszú ideig Franciaországról és Angliáról van szó, meghatározóak voltak a két világháború közötti és még inkább a 19. századi nagyhatalmi politikai és hatalmi játszmákban. Az egyetlen nagy nyertes az Egyesült Államok marad a színtéren, aki példátlanul megerősödik. A világipar 50%-ának lesz az előállítója néhány évvel a világháború után. Gazdasági és katonai ereje megnövekszik, bár természetesen áldozatokkal járt számára is a világháború, de közel sem olyan mértékű és olyan abszolút értékű veszteséggel, mint az európai országoknak, vagy akár Japánnak. A Szovjetunió óriási emberveszteséget szenved, a legnagyobbat az összes résztvevő ország közül, 20 millió ember áldozat köthető a világháborúhoz. Ugyanakkor képes arra, hogy 12 milliós hatalmas hadsereget tartson fent, és további területeket szerezzen, tehát ilyen módon ő is győztesként jön ki a világháborúból, hiszen a megszállt területek jelentős részét megtarthatja, például Romániától elcsatolt vagy megszerzett Besszarábiát, a finnektől megszerzett területek az övé maradnak, és Lengyelország is egy sajátos mértani mozgáson megy át, mintegy 200 kilométerre nyugatra eltolják a határait, így ugye a Lengyelország, ami létrejön, de az egykori német területek lesznek a keleti, a nyugati határai, és ugye a saját ország, saját területéből pedig számos részt kátkényszerül adni a megnövekedett Szovjetuniónak. A két nagyhatalom úgynevezett bipoláris, vagy kétpólusú világrendje lesz tehát a meghatározó a hidegháború kialakulása időszakában, egészen 1989-90-ig, amikor ez a kétpólusú világrend majd összeomlik. Milyen fontos lépésekkel alapozódott meg ez az időszak? Még 1945 első időszakában létrejön az ENSZ San Franciscóban,
ami az Egyesült Nemzetek Szervezete betűszó, és a korábbi népszövetség, amit még Wilson elnök az első világháború után hozott létre, ennek egy távoli rokona az Egyesült Nemzetek Szervezete, ma is létező szervezet, vitás, konfliktusoknak az elsimítására, békés megoldásokra, és hát számos más feladatra vállalkozott, amelyeket egy külön órán tárgyalunk majd. Az utolsó szövetséges konferencián Potsdamban, ahol említettem, 45 júliusától augusztusáig tartott, Németország sorsáról döntöttek, és többek között arról is, hogy kell majd egy hatalmas tárgyalást szervezni, ez meg is történik Nürnbergben a rákövetkező évben, 1946-ban, ahol három fő téma, három fő fejezetben számoltatják el a háborús bűnösöket, azt a 22 náci főbűnöst, akit felelősnek gondolnak a nácizmus pusztításáért és tágabb értelemben a második világháborúért. Ez a három téma az emberiség elleni bűnök, a háborús bűnök és a béke elleni bűnök témakörében sorolható, szabályos tárgyalást hoznak létre, és a bűnösöket igyekeznek a megfelelő mértékben megbüntetni, számos kivégzés történik, némelyek, vagy jobban mondva Göring, ugye a híres miniszter, repülésügyi miniszter pedig öngyilkos lesz. Létrehoznak olyan szervezeteket ezen felül, amiket átmeneti testületeknek gondolnak, a szövetséges ellenőrző bizottságokról, rövidítve SZEB-ekről van szó, amelyek a megszállt Németország, Magyarország és más háborús bűnösnek kinevezett és valóban háborúban bűnöket elkövető országok területén egyfajta ellenőrzést, közigazgatást, átmeneti irányítást gyakorolnak. Ezek a szövetséges ellenőrző bizottságok mindenhol azt az értékrendet közvetítik, ahol az éppen megszálló nagyhatalom katonai vezetői a túlsúlyban vannak. Ez Magyarország számára ismerten tragikus következményekkel jár, hiszen a mi területünkön és Kelet-Európa nagy részén is ugye szovjet csapatok állomásoznak, ők gyakorolnak döntő befolyást a Szövetséges Ellenőrző Bizottság itteni testületeiben, és néhány éven belül itt szovjetizált, marxista, kommunista rendszerek jönnek létre. Nem így történik Nyugat-Európában, ugye Nyugat-Németországban sem, Görögországban, ahol erőteljes belpolitikai harcok, kis ilyen polgárháború tör ki, a Szovjetunió támogatta kommunisták, illetve a polgári erőket támogató, tehát a nyugati hatalmak által támogatott polgári erők között, ahol ország végül is jól jár, mert nem kerül a kommunista tömbben. Az, hogy a két egykori szövetséges, a Szovjetunió és az Egyesült Államok végletesen eltávolodik, ennek is megvannak az egymás utáni jelképes állomásai, lépései. Az első leghíresebb Churchillnek, Winston Churchillnek látható is a képen, egy amerikai egyetemen elmondott híres beszéde, a Fultoni beszéd 1946-ban, ahol először használja a vasfüggöny kifejezést. A vasfüggöny a színházi életben használt szakszó, ami tulajdonképpen az előadások után a nézőteret és a színpadnak a részét választja el, egy tűzzáró szerkezet, ami megakadályozza, hogyha valahol tűz üt neki, átterjedjen egyik irányból a másikba. Ebben az értelemben a Churchill használja viszont, arra utal, hogy a térképen is látjuk, egy olyan észak-déli irányban húzódó drótakadály, ami szöges drótrendszerből is állt, és ugye Berlin környékén pedig valóságos falból, ketté választotta Kelet-Európát és Nyugat-Európát, és ugye tulajdonképpen egyetlen egy célja volt, hogy a Kelet-Európában élő emberek, ott rekedt polgárok, beszélhetünk így is róluk, ne tudjanak szabadon nyugatra távozni, ne tudjanak akár közlekedni, kapcsolatokat ápolni, tehát ez egy a kommunista tömb számára egy elszigetelés eszköze volt ez a vasfüggöny. A következő ilyen fontos, jelképes állomás a kétpólusú világrendnek a megkeményedésében, beállásában az úgynevezett Truman doktrína volt. Truman amerikai elnök mondja ki azt a híres gondolatsort, hogy bárhol a világon
ahol a kommunizmus előre akar törni, ott az Egyesült Államok teljes támogatását kapja az ellenkező fél. Tehát automatikusan támogatni fognák bárhol Kelet-Ázsiában, Afrikában vagy bármelyik országban azokat az erőket, amik a kommunizmus akkor egyre inkább és okkal aggályosnak gondolt térnyerésével szemben fognak fellépni. Ez a Truman doktrína, ugye, ha úgy tetszik, életbe is lép aztán, először a koreai háborúban, a vietnámi háborúban is látjuk, hogy a helyi antikommunista erőket támogatják az amerikai csapatok. Erre egyébként megszületett a kevésbé ismert Zsdanov doktrína is. Sztálinnak a kultúrpolitikusa Zsdanov rögtön a megfelelő ellenlépést meglépi, és a világot az ő szemszögükből szintén két részre osszák, a Szovjetuniót és a kommunista csatlós államokat béketábornak nevezik, és a velük szemben álló nyugati országokat pedig imperialista, kapitalista szörnyetegeknek, tehát az ő szempontjukból is ez egy doktrína, ők úgy állítják be, mintha védekező állásba vonulnának, és a nyugatiak lennének a támadók. Itt jegyezném meg, hogy nagyon fontos ennek a korszaknak, a hidegháborúnak a média története, plakát, film, rádió és játékfilmeken keresztül is megfigyelhető az a fajta ellenpropaganda, negatív propaganda, amit az ellenkező ugye hidegháborús fél felé irányítanak, ez külön történet lehetne. Ugyanebben az évben, 1947-ben járunk, megjelenik egy tényleges gazdasági csomag, a Marshall terv is, ami már nem csak a doktrínák, kijelentések és sarkos, erőteljes kinyilatkoztatásoknak a politikája, hanem egy tényleges gazdasági segély, egy olyan fajta program, amiről nemrégen megemlékeztek a modern sajtóban is, egy hatalmas pénzbefektetés és áru befektetés a romokban álló Európa felé. Eredeti szándéka az volt, hogy ezt minden ország megkaphassa, de igazából Sztálinnak a nyomására ezt a kelet-európai országok nem fogadhatták el. Látunk itt is egy meglehetősen demonstratív tüntetést, Yankee Go Home felirattal, ami valószínűleg hát erőteljes szovjet nyomásra érkezhetett, hiszen a Marshall segély valódi, ha nem is megoldást jelentett a lerombolt és éhező Európa számára, de jelentős könnyebbséget jelentett az egyszerű embereknek a túlélésére és az életszínvonaluk némi emelésére és gazdasági befektetéseket is, aminek ugye természetesen az az oldala is megvolt, ezt emelték ki a szovjetek, el is torzították, hogy az amerikai befektetések és későbbi piacok számára is megfelelő táptalajt fognak ezek a segítségek ösztönözni és kialakítani. Természetesen kialakulnak azok a tömbök, azok a szövetségi rendszerek fokról fokra, amelyek ezt a hidegháborút majd működtetik egészen 1990-ig. Előbb azonban ne felejtsük el a párizsi békekonferenciát, ami szintén 1947-ben történik, elnézést, és igazából meglehetősen nagy jóvátételi kötelezettséget, 300 millió dollár, sőt Németország esetében 1 milliárd dollár, nyilván az akkori értéken ez sokkal nagyobb összeg volt, jóvátételi kötelezettséget rót ki a vesztes országokra, a háborús bűnös országokra. Ezek az események ugye párhuzamosan történnek egymással, és mindinkább arrafelé kormányozzák a kétpólusú világrend résztvevőit, csatlós országait, mondhatnánk szövetséges országoknak is, az Egyesült Államok is szövetségesei, és a Szovjetunió is szövetségesei, hogy ezek a egymás elleni megmerevedett, majdnem háborús rendszerek immár csak nem a háborúhoz is elsodródnak. A későbbiekben látunk erre példát, nem ennek az órának a témája, de azért előre bocsájtanám,
hogy létrejönnek a hidegháború úgynevezett forró pontjai. 1948 talán az egyik, az első, ami a témánkhoz tartozik, ez Berlinnek a kérdése. Kelet-Berlin és Nyugat-Berlin akkor még nincs olyan formában, mint ahogy későbbiekben láthatunk erről majd számos filmet, illetve visszaemlékezést. De minden esetre a szovjetek nagyon hátrányosnak látják, hogy a nyugati megszállás alatt lévő Kelet-Berlin, ahol az angolok és az amerikaiak és a angolok, amerikaiak és a franciák megszállás alatt tulajdonképpen egy szabad, demokratikus kis városállam jön létre, és a keleti megszállás alatt lévő Kelet-Berlin között az emberek szabadon átjárhatnak, kihasználják az életviszonyokat, hogy nyugaton ugye magasabbak a munkabérek, keleten olcsóbbak a lakbérek, és így ingáznak a két rész között, és hát jelentős részben ugye el is távoznak Kelet-Berlinből és Kelet-Németországból, és ezért úgy gondolják, még nem építik meg ekkora falat, majd ezt 1961-ben, de 48-ban egy blokádot hoznak létre, amelyet a nyugatiak úgy próbálják enyhíteni, hogy légihidat hoznak létre. Ez lesz a híres berlini légihíd 1948-ban, ami egy folyamatos, egymás utáni légi járatokat jelent. Gyerekek elnevezték ezeket mazsolabombázóknak is, mert nagyon sok repülőn azért a mindennapi közszükségleti cikkek mellett édességet is hoztak, pont azért, hogy ezt a stresszes helyzetet enyhítsék a lakosság számára. Minden esetre az első ilyen forró pont igazából szerencsésen olyan módon végződött, hogy Berlinnek, Nyugat-Berlinnek az önállósága megmaradt, és nem tört ki háború, de elég közel kerültek hozzá, megmaradt ez a fajta sajátos önállóság és ez a szigetszerűség. A következő komoly állomás az atomfegyver kérdése. Az atomfegyvert ugye az amerikaiak vetették be 1945. augusztusában, ugye nem kis részben ez is döntötte el a teljes világháborúnak a csendes óceáni szakaszát, részét. Tulajdonképpen enélkül is győztek volna, de jelentős számú ember veszteséget előztek meg a saját részükről, de nagyon sok veszteség keletkezett japán civil lakosság soraiban, ezt tudjuk. Viszont az atombomba kérdése továbbra is fönnmaradt, és hamarosan eljutott ez a találmány a szovjeteknek a kezébe. Abban a korban világhírű tárgyalás és egy kémper története kívánkozik ide, ez pedig a Rosenberg házasságnak a pere. Láthatjuk a képen a Rosenberg házasság párt immár rácsok mögött. Ők közel dolgoztak, illetve rokonságuk révén a Los Alamosi Atomkutató Intézethez, ahol az atomfegyvert kifejlesztették, a Manhattan tervet, és ennek későbbi változatát, a kész terveket minden valószínűség szerint mai kutatók is úgy látják, hogy tényleg eljuttatták a szovjetekhez, kommunista és baloldali meggyőződésből, és abból a félelemből, hogy nagyon veszélyesnek gondolják azt, hogy az atomfegyvert csupán egy ország birtokolja. Rendkívül feltűnő volt az amerikaiaknak, hogy a 40-es évek végére valóban elkészült az első szovjet atomfegyver, és fölgöngyölítették ezt az ügyet. A benne résztvevők, ez egy szélesebb kémügy volt, de végül is vádalkú következtében többen is úgy megúszták a súlyosabb büntetést, hogy a házaspár két tagjára vallottak, akiket aztán villamos székben kivégeztek az Egyesült Államokban. Nagyon széles társadalmi és egymást eléggé kiütő társadalmi reakciók következtek ezen a képen, és ezt a kettőt igyekeztem bemutatni. Egyrészt ugye sokan
sokan ártatlannak gondolták őket, és koncepciós pert emlegettek, másrésztről pedig ugye az akkori hazafiak egy része ezt jogos és igazságos büntetésnek tartotta. Minden esetre ide tartozik, hogy a 40-es évek második felében és az 50-es évek elején már erőteljes perhullám, ennél sokkal brutálisabb és jogtalanabb a szovjet blokkban is lezajlott. Ezeket már valóban nevezhetjük koncepciós pereknek, kirakat pereknek, ahol a sztálini Szovjetunió mintájára egymás után jöttek létre ezek a perek. Csak a magyarországiakra utalnék itt két képben. Az egyik ugye az úgynevezett híres Maort per, Magyar-Amerikai Olajipari Részvénytársaság, akkoriban még ugye a háború utáni szűk 3-3,5 évben, egy átmeneti időszakban még lehettek részben tőkés vállalatok, bár igen, egyre csökkentek a lehetőségeik, és az ilyen egyik ilyen vegyes vállalatnak a tagjait egy nyilvánvalóan koncepciós perben megkínozva, meggyötörve, önmaguk ellen valva végül is azt bizonyították, hogy ugye az kémek, árulók és nyugatiak mekkora veszélyt jelentenek a formálódó szocializmus, kommunizmusra, és ugye ez egy nyilvánvaló koncepciós per volt, még inkább a következő, ahol láthatjuk a Szabad Népnek, az akkori kommunista pártlapnak a főcímében, hogy Rajk László a horthy rendőrség besugója, az amerikai kémszervezet ügynöke, Tito és Brankovics Bérence vall a népbíróság előtt. Hát természetesen ugye Rajk László maga is kommunista belügyminiszter volt, számos embernek a brutális félretételében maga is felelős, aztán ez a rendszer még a kezdetén érdekes módon 1949-ben őt is eléri, és ő is arra kényszerül kínzások, nyomás hatására, hogy egy koncepciós perben a legképtelenebb vádakat magára vállalja, ami hozzátartozik a kommunizmusnak az általános egyik legfőbb díszletéhez. Koncepciós per ugyanis arra volt alkalmas, hogy igazolja azokat a tévképzeteket, teóriákat, hogy ahogy haladnak a kommunizmus felépítése felé, egyre inkább az ellenség ereje növekszik, és az osztályharc fokozódik, ahogy a Tanú című filmben is ezt hallhatjuk, ez valóban elhangzott ez a mondat sokszor, ez Sztálinnak az egyik koncepciója volt, az osztályharc erőteljes fokozódása fogja a kívánt és vágyott kommunista államhoz vezető utat kikövezni. Ez a nyilvánvalóan önellentmondásra épülő és abszolút nem logikus téboly fogja aztán az 50-es éveknek a légkörét legalábbis a kelet-európai oldalon meghatározni és fémjelezni. Amerikában is ennek a, hát azt mondanánk, kicsinyített változata lezajlik, ez a McCarthyizmus. Joseph McCarthy szenátor, egy republikánus szenátor, aki fölállítja az Amerika ellenes tevékenységet vizsgáló bizottságot, többek között a Rosenberg házaspár perét is ehhez felhasználják, nem ők gerjesztik a pert, hanem ennek az oldalvizén a kulturális élet, a filmélet és a főképpen baloldali értelmiségi gondolkodók ellen, hát meglehetősen, ha nem is koncepciós pereket, hiszen Amerika az jogállam volt akkor is és továbbra is, hanem olyan nyomásgyakorlást alkalmaznak, amiben el kell számolniuk, vannak-e kommunista kapcsolataik, voltak-e valaha baloldali pártoknak a tagjai, de természetesen szó nincs kivégzésekről, csak, hát idézőjelben a csakot, egyes munkalehetőségek elvesztéséről vagy háttérbe szorításáról. Mindez tehát megalapozza azt a légkört, amit hidegháborúnak, kétpólusú világnak nevezünk. Végezetül szeretném azt összefoglalni, hogy milyen fontos tömbök alakulnak ki, ne felejtsük el, hogy nem csak a légkörről beszéltünk, hanem tényleges katonai szövetségek is létrejönnek. Ezek ugye 1949-ben a NATO először az Egyesült Államok hozza létre a szövetségrendszerét, az Észak-Atlanti Szerződés Szövetsége, mai napig is fönn van, most már Magyarország a tagja, és erre válaszul 1955-ben a Varsói Szerződés néven létrehozza a Szovjetunió és a csatlós államok a szovjet kommunista katonai
katonai szövetséget. Ezek ugye egymással szemben álló szövetségek. A Marshall terv már tekinthető egyfajta nyugati érdekszövetségnek, ebből majd később kinő az Európai Gazdasági Közösség, ugye később ez már Európai Unióvá alakul évtizedek múlva, tekinthető ez egyfajta ugye nyugati, demokratikus gazdasági kapcsolatrendszernek, ennél kötöttebb és merevebb volt a kommunista országok gazdasági szervezete, a KGST, Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa, ahol eléggé mereven elosztották az egyes kommunista országok a termelési kapacitásokat, különböző árufajtákat, például Magyarországon így ennek következtében ugye kezdtek Ikarusz buszokat gyártani, más országokban pedig bizonyos személyi gépkocsikat, nem igazán a kereslet és a szükségletek arányában, hanem egyfajta központi tervutasítás keretében. A hidegháború alapjai tehát gyakorlatilag ezek, kulturális, gazdasági, katonai értelemben tértünk rá az egyes területekre. Köszönöm a figyelmet, a következő időszakban, a hidegháború második szakaszában pedig nyilván majd az enyhülésről is fogunk beszélni, és a konfliktusoknak az átmeneti fölforrósodásáról, amik néha egymást váltották. Köszönöm a figyelmet!